megfelelő helyen és időben alkalmazott robbanóaknazárok súlyos veszteséget okoznak az ellenség élőerőiben és harckocsijaiban. A robbanó aknazárak robbanó elemei a harckocsi elleni és a gyalogság elleni aknák. A gyalogság elleni aknák lehetnek húzásra működő érintő aknák, vagy nyomásra működő taposó aknák. A fegyvernemek által telepített PMD 6-os típusú taposó akna fő részei az aknatest, a 75 vagy 200 g-os trotil robbanó töltet, és az MUV típusú gyújtószerkezet. A gyújtószerkezet részei az ütőszegház, ütőszeg, az ütőszeg rugó és a T-alakú elsütőszeg. A gyalogság elleni aknák egyenkénti telepítésének részfeladatai a következők. Az aknaágy kiásása, az akna összeszerelése, amelynél különösen fontos mozzanat a biztosítószeg átdugása az aknafedél furatán. Végül a tökéletes álcázás végrehajtása után az aknát élesítjük. A gyalogság elleni taposóakna működési elve a következő. Az aknafedélre rálépnek, vagy arra nyomást gyakorolnak. Az aknafedél a nyomás hatására ránehezedik a T-alakú elsütőszegre, aminek következtében az elsütőszeg kicsúszik az ütőszeg szárának furatából, és a felszabadult ütőszeget az ütőszegrugó rálövi a csavaros gyutas csappantyújára, mire a gyutas működésbe lép, amelynek heves robbanását a rajta lévő robbanótöltet is átveszi. Ekkor robban az akna. A gyalogság elleni érintőaknák csoportos élőerő megsemmisítésére alkalmas robbanótestek, amelyeket nem földbe, hanem a földbe vert szövegekre telepítenek. Alkalmazásuk erdős, bokros, bozótos terepen történik. A fegyvernemek által telepített gyalogság elleni érintőakna. Az érintőakna működési elve megegyezik a taposóakna működési elvével, a különbség csupán az, hogy az elsütőszeget a botlódrót húzza ki. A harckocsi elleni aknák igen sokféle változatban kerülnek alkalmazásra. Alapvető rendeltetésük a harckocsik megsemmisítése vagy harcképtelenné tétele, de akadályt képeznek mindazon kerekes és lánctalpas harci eszközöknek, amelyek fajlagos talajnyomása azonos vagy nagyobb a harckocsiénál. Két típus fő részei. Aknatest, 5-6 kg trotil robbanótöltet, MV5 típusú golyós biztosítású gyújtószerkezet. A gyújtószerkezet részei ütőszegháza kupakkal, ütőszeg, ütőszegrugó, csavaros csappantyú gyutacs, biztosító golyó. A harckocsi akna működése a következő. Az aknafedélre nehezedő 150-250 kg-os nyomás után az aknafedél betörik, és az alatta lévő gyújtószerkezetre nyomást gyakorol.
A gyújtószerkezet kupakjára gyakorolt nyomás következtében az acélgolyó az ütőszeg hornyából a kupak oldalán lévő golyóházba ugrik. A szabaddá vált ütőszeget a rugó rálövi a csavaros gyutas csappantyújára, mire a gyutas működésbe lép, heves robbanását a robbanótöltet átveszi, és az akna robban. A telepítés sorrendje és feladata. Az aknágy helyének kinyomdoklása. A gyeptégla kifordítása. Hüves terepen az aknágyból kiemelt földet homokzsákba kell rakni, és a felesleges földet nyomtalanul eltávolítani. Az aknaágy méretei. Az aknaágy kiásása után az aknát elhelyezzük az aknaágyban. A harckocsi akna telepítésénél a nyomólapot felhajtjuk. Fémharckocsi akna telepítésénél a zárókupakot kiemeljük. A gyújtószerkezetet összeszereljük, amelynek mélységét a behelyezés után a sablonnal ellenőrizzük. Az aknafedelet lezárjuk, és az aknát álcázzuk. Kifogástalanul telepített és álcázott akna a környező terepbe teljesen beleolvad, így az ellenség részéről történő aknafelderítést nagy mértékben megnehezíti. Az aknamezők létesítését fegyvernemi egységeink a telepítés legegyszerűbb módjával, a zárt rendi telepítési eljárással hajtják végre olyan körülmények között, amikor az ellenséggel nincsenek közvetlen érintkezésben. A zárt rendi telepítés szakaszkötelékben kerül végrehajtásra. Ennek eredményességét nagy mértékben befolyásolja az anyagelőkészítés színvonala és minősége. A zárt rendi telepítéshez szükséges anyagok az alábbiak. A telepítésre kerülő és a telepítésre alkalmas aknák. Különböző alakú jelzőtáblák vagy különböző színű zászlók. A kitűző eszközök méretei. Szükséges továbbá gyalogsági ásó, utászlapát, tájoló, ellenőrző sablon, homokzsák, mérőzsinór, ácsbalta és szerelékes láda a gyújtóeszközök számára, végül a telepítés és az aknamező gyors rögzítésének végrehajtására előkészített aknamező törzskönyve. Az aknamező létesítésének a terepen végrehajtott első gyakorlati feladata az anyagtér berendezése. Az anyagtér kijelölésénél fontos szempont, hogy az a telepítés helyéhez a lehető legközelebb legyen. Ez biztosíthatja az aknák gyors behordását. A felhasznált anyagokat anyagnemenként külön kell elhelyezni, és azokat táblával megjelölni. Anyagteret tábori raktárnak kell tekinteni, ezért őrzését minden esetben meg kell szervezni.
Kitűző részleg, vigyázz! Utánam lép és indulj! A megbízható és gyors telepítés fontos előfeltétele a kitűzés munkájának az alábbi szempontok szerint történő elvégzése. A kitűzés feladatait 1 plusz 4 fős részleggel kell végrehajtni a következő munka megosztás szerint. Egyes és kettes az alaplanra merőlegesen kiméri a sorok közötti távolságot. A hármas és négyes a kijelölt alapvonal irányában lemérik az aknamező hosszát. A feladatot hajtsák végre. Az egyes és kettes az alapvonalra merőlegesen kiméri a sorok közötti távolságot, és a sorok kezdőpontjára kitűzi a meghatározott jelzőeszközöket. A hármas és négyes a kijelölt alapvonal irányában leméri az aknamező hosszát, és az alapvonal végére kitűznek egy piros zászlót. Ezt követően az alapvonalra merőlegesen kimérik a sorok közötti távolságot, és a sorok végpontjára kitűzik a megfelelő jelzőeszközöket. A kitűzés után a telepítő részleg a szakaszparancsnok jelére elindul az anyagtérről, és megkezdi a telepítés végrehajtását. Telepítő részleg, vigyázz! Utánom lépés, indulj! A szakasz beosztottjai a rajparancsnok kivételével két aknát visznek magukkal. Telepítő részleg! Jobbra! Át. Balról jobbra! Egyes-kettes számozást kezd meg! Rajparancsnok! Hívjen ki! Értettem! Egyes! Kettes! Egyes! Kettes! Rajparancsnok! Hívjen ki! Értettem! Egyes! Kettes! Egyes! Kettes! Rajparancsnok! Hívjen ki! Értettem! Egyes! Kettes! Egyes. Kettes. Egyes. Jobbra át, 2 méter, hitolj! Első sor vonalába, lépés, indulj! Egyesek, balaknát, tedd le! Második sor vonalába. Lépés, indulj! Kettesek, balaknát tedd le! Harmadik sor vonalába. Lépés, indulj! Egyesek. Jobbaknál, tedd le! Kettesek, negyedik sorvonalába, lépés, indulj! Kettesek, jobbaknál, tedd le! Telepítést, kezd meg! Parancsnokok ellenőrzik beosztottjaik tevékenységét, és a telepítés megfelelő mozzanatában kiosztják a gyújtót és a gyutacsot. Thank you.
egyesek vonalába lép és indulj! Amikor a kettesek az egyesek vonalát elérték, az egyesek is megindulnak, és a telepítő részleg visszamegy a második, illetve az első sor vonalába lerakott aknájukhoz, és a szakaszparancsnok parancsára megkezdik a második akna telepítését. Telepítés, kezd meg! A telepítés végrehajtása közben az erre kijelölt rajparancsnok kitűzi a sorokban telepített utolsó aknák helyét, a szakaszparancsnok pedig a törzskönyv elkészítéséhez szükséges beméréseket végzi el. Az első fordulóban hozott aknák letelepítése után a részleg visszatér az alapvonalra, onnan az anyagtérre, hogy újabb aknák felvételével folytassa a telepítést. Irány az anyagtér! Lépés, indulj! A csapatok harc tevékenységében műszaki erők hiányában az átjárók nyitása sok esetben a fegyvernemek feladatát is képezheti. Az átjáró nyitás történhet az aknák felszedésével, nyújtott töltet alkalmazásával, robbantással, valamint aknataposó harckocsival.